Az ukrán fegyveres erők veteránja különleges alakulat tisztje tekinti meg új lakását. A Jenot, magyarul mosómedve hívójelű katona, a Kárpátolján második éve működő Földbank programnak köszönhetően tett szert új lakásra ingyenesen. A katona visszafogottsága ellenére sem tudja leplezni örömét. Én minimalista vagyok, tulajdonképpen itt is alhatnék, de erről, valamint a lakás berendezéséről általában a feleségem dönt. Számomra ez több, mint csodálatos. Nehéz bármit is mondanom, a lakás minden elvárásomat felülmúlja. Jenot a teljes körű orosz agresszió másnapján jelentkezett önkéntesnek. Katonai tapasztalatra Donyeck és Luhanszk megyében tett szert. A bakhmuti sebesülése után leszázalékolták. Mára egészségügyi okokból kifolyólag leszerelt az ukrán fegyveres erők kötelékéből. Azóta is rendszeresen támogatja korábbi alakulatát és segíti a veteránok szocializálódását. Azt mondja, rendkívül fontos, hogy a katonák és családjuk érezzék a támogatást, és a kiutalt lakás ilyen formája a tiszteletnek. Korábban a szüleivel lakott, majd feleségével egy bérelt lakásban találtak új otthonra, mivel bővült a család, nagy szükségük volt egy saját otthonra. Nem is számítottam rá, de nagyon hálás vagyok a lehetőségért. Főleg annak örülök, hogy nem egyedi eset az enyém. Más alakulatoknál szolgáló katonák esetében is szükség van a lakhatási körülmények javítására. Van, akinek akadálymentesített lakásra van szüksége. Külön öröm, hogy Viktor Mikita, a helyi vezetőség és a helyi vállalkozók összefogásaként Ungváron működik ez a kezdeményezés. A veteránok, aktív katonák, családtagjaik érzik, hogy nincsenek magukra hagyva, hogy van, aki törődik velük, segít rajtuk. Valakit még érdekel is az állapotuk, hogy milyen a helyzetük, és ez nagyon jó. Kétszobás lakás egy új, még építés alatt álló lakópark első emeletén. A lakás bútorzott, háztartási gépekkel felszerelt konyhával, azonnali beköltözésre alkalmas. Az építési vállalkozó szavai szerint minden katona kulcsra kész lakást kap a csupasz falak helyett. A lakásban minden megtalálható ahhoz, hogy egy fiatal család kényelmesen tudjon benne élni. Van itt hűtő, mikrohullámú sütő és sok minden más. Örülünk, hogy tetszenek a lakásaink, és az új lakók akarnak itt élni. Ez a lakás kétszobás, 70 négyzetméteres, ahol egy kisgyermek és család kényelmesen elfér. Fontos, hogy a többi, a programban résztvevő építésé vállalkozó lakhatásra alkalmas lakásokat kínáljon fel. Nem titok, mennyire drágák most a belső munkálatok. Viktor Mikita, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője arra kéri a Földbank programban résztvevő építési vállalkozókat, hogy a katonaság számára teljesen felszerelt, lakhatásra alkalmas lakásokat biztosítsanak. Viszont ha nincs ilyen, a csupasz falakkal is megelégszenek. Ilyenkor olyan vállalkozókhoz fordulnak, akik a bútorok, háztartási gépek és egyéb háztartási cikkek beszerzésében is segítenek. Általánosságban elmondható, hogy a helyi vállalkozók rendszeresen terveznek lakásokat kiutalni a katonák és családjaik számára. Több veteránokat támogató program fut egyszerre. A mostani keretein belül a Földbank programnak köszönhetően lakások kerülnek térítésmentesen átadásra. Eddig 6 lakást talált gazdára. Ezen kívül helyi vállalkozókkal is együttműködünk. Ennek az együttműködésnek köszönhetően már 3 háborús veterán költözött saját lakásba. Ma a különleges műveleti erők egyik katonájának, a különleges erők tisztjének adhattuk át új lakása kulcsait. Vele akkor is kapcsolatban voltunk, amikor a fronton látott el feladatokat, többször is meglátogattuk és támogattuk ezt a katonai egységet, ahol szolgált. Ma örülünk, hogy itthon is támogatjuk őket, családja van, egy gyermeke és felesége. Ma kapott 2 szobás lakást, ami fel van szerelve bútorral és háztartási eszközzel. A program keretein belül 2030-ig közel 500 lakást biztosítanak a katonák számára. Tárgyalások folynak más építőkkel is, hogy az új lakóparkok építésénél biztosítsanak ingyen lakásokat a fronton szolgáló katonáknak és háborús veteránoknak. Legaktívabb az együttműködés Ungváron és Munkácson. Ezen kívül fontos megemlíteni a katonák számára kidolgozott lakásvásárlására irányított kamatmentes hitelprogramot. Kárpátalján összességében több tucat a katonák beilleszkedését támogató program is működik, és a megye vezetése más eszközökkel is próbálja támogatni az ukrán katonákat és családjaikat.